Viharkárok Terézvárosban is. Állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-a alkalmából. Életképek a cseretáborokból. 2015. augusztus 31-e a terézvárosi pályázatok beadásának határideje. Góbé zenekar koncert a Hunyadi téren. Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják. Özönvízszerű eső zúdult hétfőn kora este Budapestre. A város több részén térdig érő víz állt, több épület beázott, és a közösségi közlekedés is megbénult. Az Országos Meteorológiai Szolgálat automata mérőállomásai szerint Budapesten mindössze egy óra alatt 83,3 mm csapadék hullott, ami azt jelenti, hogy minden egyes négyzetméterre 83,3 liter eső esett, ezzel megdöntve minden idők csapadék rekordját ebben az időszakban. Terézvárosban is több intézményt súlyos kár ért, köztük a polgármesteri hivatalt, az 5-10 közösségi és kulturális színteret, valamint a 6-os csatorna stúdióját sem kímélte a vihar. Az élő adás közben csapott le a vihar, így az 5-10 munkatársai már nem tudtak bemenni a stúdióba. Így az intézmény éves programjairól szóló beszélgetést augusztus 31-én a Terézvárosi magazinban pótoljuk. A károk helyreállítása folyamatosan történik. Állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere augusztus 20-a alkalmából szerdán a Pesti Vigadóban. A tárca vezetője nemzeti ünnepünk alkalmából az ünnepségen elmondta. Szent István nagyszerű reálpolitikus volt, aki felismerte a pillanat parancsát, és megtalálta azt az utat, ami a magyarság számára nem csak a megmaradást, hanem a felemelkedést jelentette. Mindez kevés lett volna maradandóhoz, ha nem lett volna meg benne a személyes elköteleződés. A személyes döntés a keresztény hit és saját életének szolgálatába állítása mellett. Ez a személyes többlet jellemzi a kitüntetetteket, akik elkötelezetten, bátran és rendkívüli erőkifejtéssel szolgálják a magyar nemzetet, tette hozzá. A kitüntetettek névsora megtalálható a www.kormány.hu weboldalon. A Terézvároshoz kötődő művészek, közéleti személyiségek közül többek között kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Faragó Laura énekművész, népdalénekes, zenepedagógus. Kalocsai Zsuzsa Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész, a Budapesti Operett Színház magánénekese. Dr. Kamuti Jenő többszörös olimpiai ezüstérmes, világ és magyar bajnok vívó, főorvos, a Magyar Vívó Szövetség alelnöke, a Nemzetközi Vívó Szövetség orvos bizottsági tagja, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének tagja, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke. Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Kertész István hegedűművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem vonós tanszékének egyetemi tanára. Kimagasló tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatban kitüntetésben részesült Venekei Marianna, Harangozó Gyula díjas balettmester, a Magyar Nemzeti Balett vezető balettmestere. Kiemelkedő népművészeti alkotó vagy előadó művészi teljesítménye elismerésére a Népművészet ifjú mestere díjban részesült Salamon Soma Furujás, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi hallgatója. Terézvárosi magazinunk vendége Faragó Laura, a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztjével kitüntetett énekművész, népdalénekes, zenepedagógus. Terézváros és Lenti között jó testvérvárosokhoz híven már hagyomány, hogy minden évben lehetőséget biztosítanak egymás diákjainak a táborozásra. Így tehát, amikor Terézváros nebulói Lentiben több külsős programon vehettek részt, csak úgy, mint a lenti iskolások, akik a 6. kerület Dunabogdányi üdülőjében színes programok mellett kaptak lehetőséget a szórakozásra. Most következik egy rövid beszámoló a táborokban zajló életről. Bővebb összeállítást az Önkormányzati Percekben láthatnak.
Lenti és a Kerka völgye Magyarország délnyugati csücskében, a szlovén, a horvát és az osztrák határ közelében található. A terület központja a csaknem 800 éves múlttal rendelkező Lenti. Terézváros testvérvárosaként hagyomány szerint az idén is lehetőséget biztosítottak a 6. kerület iskolásainak a kikapcsolódásra. Polgármester úr és a Lenti önkormányzat meghívásának eleget téve ezúton is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy a terézvárosi gyerekek ilyen csodálatos környezetben tölthetik itt azt a pár napot, közel egy hetet, ami a most már hagyományossá vált csereprogram keretében ezen a héten volt aktuális. Terézvárosi gyermekek itt, a Lenti gyermekek pedig Dunabogdányban töltik a nyárnak az utolsó napjait, úgyhogy ez egy kiváló lehetőség arra, hogy megismerjék a környéket. Nagyon-nagyon sok kirándulási lehetőség van, tele van a környék élményfürdőkkel, amiből természetesen a Lenti élményfürdő a messze a legszebb és a legjobb. Polgármester úr megmutatta és elmondta a szállodaépítést is, ami itt a háttérben zajlik, úgyhogy jövőre még csodálatosabban bővül Lenti városa. És ha jövőre is meghívást kapnak a terézvárosi gyerekek, akkor még két újabb medencével és sok minden mással is bővül a Lenti strand, úgyhogy köszönjük szépen ezt a lehetőséget. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy ismét itt köszönhetjük a gyerekeket Terézvárosból nálunk, és úgy gondolom, hogy nagyon szép élményekkel fognak majd hazaérkezni. Polgármester asszonynak megköszönöm azt a lehetőséget, amit hasonlóképpen Dunabogdányban a mi gyermekeink is élvezhetnek, hiszen fiataloknak lehetőségük nyílik arra, hogy megismerjék egyrészt a budapestiek Lentit és környékét, sőt, a mostani program az egy, mondhatnám úgy is, hogy régiós volt, hiszen Vas megyében is jártak, illetve Keszthelyen is voltak a gyerekek. Úgy tudom, hogy jól érezték magukat, és nem kérdéses, hogy Lenti nagyon szép természeti környezetben fekszik, és valószínűleg ez egy felüdülés a budapesti zajos élet után. Ez csak polgármester asszony alá tudja támasztani, hiszen Lentiben mondhatnám úgy is, hogy hazaérkezik. És szeretnénk ezt a már jól kialakított kapcsolatot továbbra is építeni, tovább folytatni. Nagyon hasznosnak tartjuk, és a gyerekek iskola kapcsolatán kívül, a kulturális kapcsolatokon túl szeretnénk még a gazdasági, tényleg gazdasági kapcsolatok építésére is rátérni, és reméljük, hogy ennek is lesznek majd olyan elemei, amit közösen ki tudunk alakítani, és Terézváros és Lenti kapcsolatait szorosabbra tudjuk majd fűzni. A Lenti Termálfüldő és Szent György Energiapark 8 zöld területen 5 szabadtéri és 4 fedett medencével várja a látogatókat. A környezeti kultúra, a tiszta levegő, a várost körülvevő erdők és az érintetlen természet is csábítja ide az utazókat. Így nem csoda, hogy Terézváros iskolásai bőven találtak programot a nyaralás tartalmas eltöltésére. Pár nappal ezelőtt indultatok Lentibe a táborba, hogy érzitek magatokat? Nagyon tetszenek a programok. Az, hogy egy napot esett az eső, az nem korlátol minket, vagyis akkor is tök jó programokat rendeztünk bent a kollégiumba, és most így a strandon csúszda van, elég nagy a medence, nekem nagyon tetszik. Neked eddig mi tetszett a legjobban a programok közül? Hát, hogy kijöttünk a strandra, mert ezt vártam a legjobban, csak mindig rossz idő volt. Hát nekem az volt a legjobb élményem, amikor ma volt ilyen sorverseny, és akkor ilyen 3 csoportban voltunk, és akkor a mi csapatunk győzött. De a sorverseny az mit jelentett? Hát, hogy le kellett előzni a másik csapatot azzal, hogy ki melyik gyorsabb. A táborvezető Évanénit kérdezzük, hogy a gyerekek hogy viselkednek, hogy érzik magukat. Mi felnőttek mindent megteszünk ennek érdekében, hogy ők nagyon jól érezzék magukat. Tehát változatos programokat állítottunk össze. Ezt szerintem úgy látom, hogy ők ezt élvezik. Az, hogy együtt lehetnek, hogy több iskolából barátságok szövődnek, és tehát így jól érzik magukat a gyerekek. Az időjárás milyen volt?
tegnapi napot leszámítva tökéletes volt, nem volt az a kánikula, nem volt 40 fok, tehát ez is nagyon jó volt. A tegnapi esőt meg kihasználtuk egy keszthelyi kirándulásra, ahol megnéztük a Festetics kastélyt. Terézváros Dunabogdányi gyermeküdülője 2011 óta, egy nagyobb felújítás után, újra teret ad a közösségi programoknak. Ezúttal lenti testvérvárosaként az ott élő iskolások látogattak el Dunabogdányba, ahol a cseretábor keretében sokféle külsős program közül válogatva tölthették el szabadidejüket. Most érkeztetek meg Budapestről, milyen programon voltatok? Megnéztük a Hősök terét, az Operaházat, a Halászbástyát. Tetszett az összes, nagyon jó volt. De már negyedszerre vagy itt ebben a Dunabogdányi táborban. Miért szereted ezt a tábort? Hát a tábort azért szeretem, mert minden évben teljesen mások a programot, nagyon változatos, meg a társaság is nagyon jó, a hangulat is kitűnő, minden jó itt, és szeretek ide járni. Ezért jövök vissza minden évben. Eddig melyik év tetszett a legjobban? Eddig legjobban a tavalyi év tetszett, mert az utolsó este csináltunk egy jó kis bulit a barátokkal. Neked a három év közül, mert te már harmadszor vagy itt? Nekem ez az év tetszett a legjobban. Mert? Hát nem tudom, most mások a programok, és most így jobbak. Vagyis hát én úgy érzem. Azt tudjátok-e, hogy ma ugye voltatok Hősök terén, voltatok az Operaházban, és ugye fönt a Budán, hogy melyik tartozik Terézvároshoz, melyik? Az Operaház tartozik oda, és a Hősök tere. Hát a Hősök tere éppen a határvonalon van, ő már 14-e, de válasz jó, mert a Hősök tere tulajdonképpen Terézváros befejező része. Kaja milyen? Nagyon finom, mindig bőségesen kapunk, úgyhogy elégedett vagyok. Fürödni tudtatok-e? Igen, a medencébe fürödtünk igen sokat, ott játszottunk, mert eddig az idő az nagyon jó volt, szóval eddig szerencsénk volt az idővel. Te úgy tudom, hogy most vagy nyolcadikos, ugye? Vagy most lesz egy nyolcadikos, az azt jelenti, hogy jövőre már nem tudsz jönni? Hát most leszek középiskolában első évfolyamos. Igen. Hát szeretnék jönni jövőre is, ha lesz rá lehetőség, mert nagyon tetszik. Neked? Én most leszek nyolcadikos, úgyhogy ha lesz lehetőség, akkor én is jönnék. augusztus 31-e a beadási határidő azokra a kiírt terézvárosi pályázatokra, amelyekről a www.terézváros.hu oldalon kaphatnak bővebb tájékoztatást. Remek hangulatot varázsolt a Hunyadi térre a Góbé zenekar, az esti térzene zenetér programsorozat augusztus 22-i koncertjén. Az együttes a közelmúltban megjelent Ez van című lemezének dalaiból adott válogatást. A térre kilátogató szépszámú közönségben akadtak néhányan, akik táncra is perdültek. Augusztus 29-én a következő Hunyadi téri programsorozatban a fellépő művész Tompos Kátya, előadó művész, színművész. Thank you.
ezer a harmadik éve, hogy én szervezem itt a Térzen a zenetért programokat. 3 éve délelőttönként, és tavaly óta pedig már az esti térzene is beindult, 6 órától. Kicsit populárisabb zenével várjuk itt a koncerteket, várjuk itt a terézvárosi lakosokat. Kulisszatitkok. Hát eléggé hosszú folyamat, mire megszervezzük, megtaláljuk azt a fellépőt, aki ide kell, aki körülbelül minden korosztálynak tetszeni fog, illetve különböző stílusú fellépőket próbálunk idehozni. Azt le kell szögezni, hogy eléggé hosszú tárgyalások vannak egy ilyen koncertnek a hátterében. Meg kellett találni ugye azokat a fellépőket, akik alkalmasak itt fellépni, tehát hogy akkora tömeget vonzanak, amiért érdemes egy egész zenekarral ide kiállni, viszont nem fognak megjelenni majd ezren ezen a koncerten, azt meg viszont ez a tér nem bírja. Utána szerződések, telefonálások, technika összehozása, a szállítás, és hát igazából egészen addig nem is vagyok nyugodt, ameddig el nem kezdődik a koncert. Itt vagyunk a Hunyadi téren kellemes koncert időben. Igen, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, nagyon sokat fesztiválozunk a nyáron, és nagyon jó esik, hogyha bebecsúszik egy pesti koncert, és szeretnénk megköszönni a Terézváros önkormányzatnak a meghívást, és hogy itt lehetünk. És ugye ez egy ingyenes szabadtéri koncert, reméljük nem mos el minket az eső, de hát gyűlnek az emberek, biztos, hogy jó hangulatban fog eltelni ez a másfél óra. A magyar folk szcéna színes és izgalmas. Egyesek ragaszkodnak az eredeti megszólalásokhoz, míg mások a kortárs műfajokból is keresnek inspirációt. Így valamilyen formában mindegyikük újraalkotja saját zenei hagyományát. Ennek a közegnek egyik fiatal és tehetséges képviselője a 2007-ben alakult Góbé zenekar. Tagjai az erdélyi tradíciókat, a vajdasági hagyományokat, a komoly zenei képzettséget, illetve a kortárs jazz és rock inspirációit felhasználva szólaltatják meg hangszereiket, ezzel valami régi ízű újat alkotva. Dalaik arányérzékről, iróniáról tanúskodnak, kihasználva a műfajokban rejlő energiákat, hangulatokat. Céljuk, hogy divatba hozzák a népzenét új és mindenki számára élvezhető formában. Egy pár mondatban egyszer mutasd be a zenekar. A Góbé zenekar vagyunk, és 6-6 felől jöttünk, de itt Budapesten van a törzseink, itt alakult meg a banda 7-8 évvel ezelőtt, de csak 3 éve játsszuk azt az anyagot, amit most elhoztunk ide. Ez magyar népzenéből alakult ki, mi népzenészek vagyunk, voltunk, mi azt hivatásszerűen űzzük, amikor pedig koncerteket kell adnunk, akkor viszont már ilyen a populáris irányok felé próbálunk nyitni, és megpróbáljuk a magyar népzenével színesebbé tenni azokat a populáris hatásokat, amik értek minket itt ezen a vidéken. Kisbé Ádám, ő a zenekar hegedűse és az egyik alapítója, a másik alapítója az Vizeli Máté és Egervári Mátyás. Ők hárman alapították a zenekart, és később csatlakozott hozzá a Tímár Marci, a nagybőgős, Cupi Áron a dobosunk, és én pedig Csasznyi Imi vagyok. Én vagyok a tamburás és az énekes a zenekarban. Hey, Jancsika, Jancsika, miért nem jöttél nagyobbra a Dunáról, fúj a szél? Hey, Jancsika, Jancsika, miért nem jöttél nagyobbra a Dunáról, fúj a szél? Lettél volna nagyobbra, lettél volna kapokra, Dunáról, fúj a szél. Túl vagyunk a Góbé zenekar koncertjén, hogy éreztétek magatokat? Nekem nagyon tetszett, én ahogy tudok kijövök mindig az összes Góbé koncertre, mert én nagyon szeretem őket, meg van mind a két lemezük is, és már szinte a pályájuk kezdete óta nyomon követem őket. Nekem kifejezetten Kisbé Ádám énekhangja tetszik a legjobban, és még Matyit emelném ki, aki fenomenális zenész. Hát én nekem is nagyon tetszett, nekem igazából szégyen szemre ez az első koncertem, viszont én is elég sokat hallgatgattam őket otthon, meg nagyon szeretem őket, úgyhogy... De jó, meg nagyon kellemes. Én nem is tudom, hogy miért nincsen itt több
koncert, mert a helyszín azt szerintem tök ideális. Pont a barátnénk mondta, hogy ez a leglisszabonibb budapesti tér, és hogy ide nagyon illenek ezek a koncertek, úgyhogy tök jó volt. Köszönjük. Miért szeret ezt a zenét? Hát azért elsősorban már ők nagyon jó népzenészek is, ugyanakkor a népzenét nagyon jól tudták ötvözni minden más stílussal, például a blues-zal, ami nekem a másik kedvencem. Augusztusban még egy lesz este 6 órakor, az pedig ki lesz? Tompos Kátya fog fellépni, zenekarával természetesen. Utána szeptembertől újból elkezdenek a délelőtti klasszikus zenei programjaink, 10.30-tól itt a Hunyadi téren. Természetesen kézves foglalkozással is várjuk itt a gyerekeket, 9 órától 12 óráig. És szeptemberben még lesz 2 óriás nagy rendezvényünk. Az egyiket szeptember 12-én a Zeneakadémia előtt fogjuk megrendezni, a másik pedig a, hát már ez lesz azt hiszem az 5. éve, hogy megszervezzük az opera előtti koncertek. Ezek természetesen Simonfi Márta, a polgármester asszony felügyelete és irányítása alatt történnek. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket a képernyőn látható elérhetőségeken. A jövő héten ismét jelentkezünk, addig is minden jót, a viszontlátásra!